Hogyan lesz az ember biológika konzulens? Érdekes történetem van, egyedi, mert ugye én egyedül vagyok, tehát egyedül vagyok a világban, születésem óta ilyen egyedként élek, és azt tudom, hogy mindig, amikor egy válaszút elé kerül az ember, akkor el kell, hogy döntse, hogy most egyik irányba megy, vagy a másik irányba megy, és mindig eljön az embernek egy olyan pillanat az életében, amikor ugye döntenie kell. Nekem is eljött az életemben egy olyan pillanat, amikor döntenem kellett. Rájöttem, hogy az addig életem nem biztos, hogy az, amit én mindig is szerettem volna. És amikor az ember úgy rájön, hogy hol kell keresni az útját, merre kell tovább mennie A vagy B irányba, akkor könnyű a választás akkor, amikor úgy minden mindegy. Mert elérkezett az ember egy olyan stádiumba, egy olyan helyzetbe, amikor sokszor csak azt látja meg előtt, hogy ott van egy szakadék, és most vagy tud repülni, vagy nem. Hát én olyan helyzetbe kerültem, hogy eldöntöttem, hogy nem tudom, hogy tudok-e repülni, de megpróbálom. És akkor úgy az ember úgy elrugaszkodik a talajtól, azt érzi, hogy úgy próbál szállni, vagy igyekszik hát úgy figyelni, hogy mi történik most éppen vele, azt viszont megérzi olyankor az ember, hogy tényleg tud repülni. Igaz, hogy még nem biztos, hogy használta a szárnyát, nem biztos, hogy minden úgy alakul a kezdetben, ahogy gondolja, de azt tudja, nem hiszi, tudja, hogy tud repülni. Úgyhogy én most szépen repülök, egyre jobban, egyre magasabbra, nagyon élvezem, és hogy hogyan lettem mégis biológika konzulens a repülés közben, vagy a repülés előtt, már nem is tudom, nem emlékszem rá. Azt tudom, hogy amikor elindultam az egyik irányba, amit úgy éreztem, amit a szívem diktált, hogy arra kell mennem, akkor azt megfigyeltem, hogy most a Földön valami nagyon-nagyon megváltozott minden, nagyon változik minden. És azt észrevettem, hogy nagyon sokat foglalkoznak ilyen lelki dolgokkal, lelkiséggel, spiritualitás, ez olyan közkedvelt szó, szerintem egyre többször keresnek rá a Google-ban is erre a szóra. És amikor rájön az ember, hogy tulajdonképpen miért születik meg, és mi a feladata, akkor nem csodálkozom egyébként másnál sem, amikor rájön, hogy valami lelkiséggel kapcsolatos dolgokat biztos, hogy bevesz az életébe. Így kezdődött nálam is, elváltam, és ezt követően jött ez a repüléses időszak. Akkor zuhantam, és hát küldtek egy angyalt mellém, hogy segítsen a zuhanásban, a mostani párom. És annyit kell róla tudni, hogy egyébként Indiában az Egység Egyetemen végzett ilyen egységtréner. Tehát a lelkiség az úgy a közelembe került, szó szerint megérintett. És akkor kerestem az utamat, hogy akkor utána ugye megint jön egy elágazás, merre menjek, hiszen mindig döntésekből áll az életünk. És akkor találkoztam az Axis Bars-szal, nagyon érdekes történet. Ott megtanultam például, hogy hogyan lehet másik nézőpontból nézni az életünket, és hogyan nem kell döntenem másokról, hogy jó vagy rossz, hogy igen vagy nem, hanem lássam az ő valójában, az ő életét úgy, ahogy azt a jó Isten megadta. Azóta nem szoktam dönteni emberekről, hiszen azzal, hogy döntök, hogy igen vagy nem, a fél világot rögtön kizártam az életemből, és ha nagyon sokáig teszi ezt az ember, és úgy mindig csak döntöget, hogy fele-fele, a végén ott marad egyedül egy pici skatójában, az egójával, és nem biztos, hogy jól érzi magát. Úgyhogy a lelkiség az úgy jött közelemben, és akkor egyszer hogy azt a tanfolyamot is elvégeztem, aztán jött egy ilyen kristálygyógyászatos történet, és ott a Molnár Ági jegyzetében olvastam ezt, hogy pánikbetegeket ilyen 10-15 perces beszélgetés után így le lehet hozni erről a dologról. És akkor mondom, mi van? Hogy? Tehát ismerek olyanokat, akik 2-3 éve járnak orvoshoz, mindenféle dilibogyót beszednek, meg nem tudom micsodát, és nem. Itt meg 10-15 perc, és így vége. Mondom, mi ez? Hogy van ez? És addig életemben nem hallottam erről, hogy germán gyógytudomány, Hammer doktor, biológika, új medicina, tehát semmit.
És mondom, utána néztem, megkerestem az interneten, és azt láttam, hogy éppen most lesz akkor, most lesz konzultáció, most lesz tanfolyam. Hát mondom, el kell mennem, mert még ez hiányzik a repertoáromból, mert oké, hogy lelkiség, meg hogy olyan spiritualitás, meg minden, ami olyan megfoghatatlan, de csak egy testben élünk, csak egy testünk van, és azt láttam, hogy valahogy a test, a lélek és az agy, az egy olyan egységet képez ebben az egészben. Na mondom, itt van a hiányzó láncem, megtaláltam, elmegyek és meghallgatom. El is jöttem egy tanfolyamra, és azt láttam, hogy logika van az egészben. Tehát olyan logikusan felépített, egyszerű, mint a egyszer egy, hogy tényleg nem orvosi végzettség nem kell hozzá, hanem csak a józan paraszti ész elég. És emiatt pillanatok alatt könnyedén át lehet látni az egészet, és utána már nem kell azon gondolkodnom, hogy most egy hasnyálmirigy az milyen konfliktust okozhat, vagy milyen konfliktus van mögötte egy hasnyálmirigy elváltozásnál, mert tudom, hogy ez mivel jár, hova teszem ezt az egész történetben, mert logikusan felépített az egész. Úgyhogy nem volt kérdéses számomra, hogy mivel fogok foglalkozni, nem beszélve arról, hogy Barnai Roberto személyében egy olyan embert ismertem meg, akivel, hát én, hogy mondjam, mintha mindig is ismertem volna, tehát így, amikor úgy azt mondhatja az ember a másik, hogy ismerem, látom őt. Úgyhogy nekem ez garancia volt arra, hogy nem valami hókusz-pókusz, vagy nem tudom micsoda, hanem egy olyan kézzelfogható, egységbe kovácsolódó valamiről van szó, ami a lélek, a test és az agynak a hármasát gyönyörű szépen együtt kezel, és számomra ez egyszerű volt a döntés innentől kezdve, hogy akkor ezt muszáj, ezzel foglalkozom és csinálom. Azóta gyökeresen megváltozott az életem. Azt vettem csak egyszer észre, hogy már nem ég a gyomrom például, azt sem tudom, hol a szóda bikarbóla, és egyszer hogy szoktam így sütögetni, főzögetni is, egy ilyen süteményhez kellett szóda bikarbóla, és egyszer nem találtam, hogy hol van, azelőtt meg mindig tudtam, hogy hol van, mert ugye kellett, 2-3 hetente mindig használtam, és hát ez olyan feltűnt, hogy hol a szóda bikarbóla, mindent megtaláltam, és a minap, és azóta nagyon érdekes esetek történnek így a családomban, mert így gyógyulnak az emberek, tehát így érdekes módon gyógyulnak. Tehát volt, aki szénanáthás volt, a mostoha fiam, 10-15 percig beszélgettünk azóta, a nazi vintaszal se tudja, hogy hol keresse. Csomó érdekes dolog történt azóta az életemben. És most épp a minap a párom, unokatestvérünk, a kisfia, aki már négy éves, most ment óvodába, és hát most kórházba került. Magas láza volt, gyomortáig fájdalom, fel volt puffadva, hányt rengeteget, és egyik kórházba vitték a másikba. Aztán végén Pesten kötött ki. Az orvosok máig nem tudják, hogy mi baja van, mi baja volt, mert semmit nem találtak nála, hogy ami elváltozás lenne. Már nem tudom, kis ujját is lassan már azt ultrahangozták, hogy mégis mi baja lehet. És amikor így elmondta az édesanyja tünetet, akkor így mondtam neki, hogy és nem volt mostanában olyan konfliktus, hogy úgy bosszankodott? Vagy hogy úgy a birtokán belül történtek olyan dolgok, ami úgy felzaklatta? Úgy felstresszelte magát a kicsi? És de most mondja, hát az óvodából mindig úgy jött haza, hogy hát utálja az egészet, az összes gyerek ott az kész, tehát egyszerűen annyira fel tudta magát bosszantani ez a pici, hogy egy saját programot kreált magának, egy saját elváltozást, a gyomornak a laphámja érintett volt ebben a történetben, és mint laphám ugye ezt lehet tudni, már hogy itt vírusok segítségével épül helyre a laphámszövet, amikor ugye valaki lejön erről a konfliktusról, mert vagy megszokja a helyzetet, tehát vagy megszokik. Tehát ha megszokja ezt a helyzetet, akkor és vagy lenyugszik, akkor ezek szépen előjönnek ezek a tünetek a megoldás utáni szakaszban, és a kicsi annyira bestresszelte magát, hogy a kórházba kötött ki. Hát az édesanyja ugye nagyon ideges volt, hogy most mi történik, hogy fog történni. Hál' Istennek tudtam vele beszélni, megnyugtattam, elmondtam, hogy
mi lesz majd, mi fog ezután következni. És hát mondanom sem kell, hogy ez történt, tehát már most azóta semmi baja nincs. Hát szokás szerint ugye nyomták bele az infúziót, a kicsi egyre többet hányt emiatt. Mondtam neki, hogy ez is nagyon jó. Érdekes hallani azt, hogy azt mondja az ember, hogy ha valaki hány, akkor az jó. Ez olyan furcsa volt nekem most például a korábbi eszemmel, ha ezt hallgatom, hogy milyen jó az, ha valaki hány. Gondoljunk bele abban, hogy ha nem hányna, akkor lehet, hogy az nem élne már. Sokszor az életét menti meg a természet azzal, hogy ha kihányja azt a fölösleges mennyiségű vizet, folyadékot, amire nincs szükség, mert pont ilyenkor az epileptokrízis közepén, ugye az agyi ödéma miatt, hogyha több vizet kap a szervezet, mint amennyi kellene képen abban a stádiumban, akkor bizony komoly gondokat okozhat. És ugye a természet a leggyorsabban, leghamarabb, intenzívebben folyadékvesztés csak úgy tudott produkálni, hogyha hány az ember. Tehát ez egy jó jel. Úgyhogy megnyugtattam, elmondtam neki, hogy mi lesz, hogy lesz, és legközelebb, hogyha az óvodába kell menni, akkor mit érdemes neki mondani, és hogyan érdemes neki ezt tálalni, ezt a dolgot, hogy ne történjen nála több ilyen birtokbosszúsági, birtokhatárvita, amikor ugye azt érzi, hogy az én kis birtokomban, ami most éppen ugye az óvodában van, ott olyanok jönnek be, és olyan arcok jelennek meg, amelyek számomra teljesen unszimpatikusak, és maga az egész helyzet olyan, amit nem tudok kezelni, nem tudja bevenni a gyomrom ugye sokszor, és ugye ennek a biológiai értelme az, hogy elmozduljon az a falat, elmozduljon az a helyzet az életemben, amit most nem tudok megemészteni, ami ott zavar, és emiatt bosszúságot kell, hogy elszenvedjek. És egy nagyon érdekes történet, de mostában azzal szoktam szórakozni, hogy ilyen pánikbeteg ismerőseimnek számolom ki, hogy mikor lesz majd neki a pánikrohama, és ettől úgy teljesen oda vannak, mert ő eddig úgy tudta, hogy az úgy majd egyszer csak úgy jön, és olyan hirtelen, és akkor rettegni kell, hogy jaj, majd akkor jön. Én meg pontosan megmondom neki, hogy mikor jön, és hát eddig mindig eltaláltam. Egyszer nem sikerült, amikor túl korán beszéltem az úrral, és olyan gyorsan lejött erről a konfliktusról, hogy már nem is volt neki rohama, vagy észre sem vette, mert annyira gyenge tüneteket produkált. Úgyhogy én nagyon-nagyon jól érzem magam ebben az új helyzetben, ami most éppen történik velem. És amikor ezen a tanfolyamon volt, ami nekem az jött le az egész élettel kapcsolatban, hogyha az embernek van egy olyan tudása, amit át tud adni embereknek, és nem kell mindenkihez oda menni, hogy figyelj, majd én meggyógyítalak, meg ezt idd, meg ezt vedd, meg nem tudom micsoda, hanem egyszerűen csak elmondjuk nekik az igazságot. Elmondjuk nekik azt a tudást, ami egyébként mindannyiunkban ott van, csak olyan helyzetek és olyan szituációk alakultak eddig az életünkből, amikor elvesztettük az irányítást, és hagytuk, hogy valami más érzés, vagy valami más gondolatok irányítsák az életünket, és nem fedezzük fel azt, hogy éppen mi az a csoda, ami történik velünk nap, mint nap, minden egyes pillanatban, mert nem a pillanatban vagyunk, hanem vagy a múltban élünk, és az akkor adott érzések és gondolatok irányítják a jövőnket is, meg a jelenünket is. És arra jöttem rá, hogyha amit itt észrevettem ezeken az embereken, mint konzulenseken, hogyha ők egy ilyen, úgy kell képzelni őket, mint egy ilyen világító torony, akik így árasztja a fényt, és így világít. Na most egy világító torony nem megy a hajókhoz oda, hogy majd ott világít neki, hanem a hajók mennek oda a világító torony felé, mert ott van a fény. Úgyhogy amikor ezt így megértettem, hát mondom, ez csúcs. Tehát egyszerűen mindenki megy a maga útján, van, aki így dönt, hogy a sötétségben marad, és megy tovább, és hisz mindenkinek, aki neki jót akar, vagy pedig elindul azon az úton, amit számára ő maga, mint teremtő,
kijelölt, és nem biztos, hogy másoknak a hátát kell nézni és követni őket, mert akkor nem látom a kilátást, nem látok semmit, csak egy hátat, és azután megyek, mint az őrült, és hogyha ő belemegy az árokba, akkor én is bele fogok menni az árokba. Nem. Ha azt látom magam mellett, hogy mindenki szépen halad együtt, vagy megyek olyan emberekkel, akik szintén látják a horizonton a célt, akkor meg lesz az az utam, meg lesz az a esélyem, hogy el is jussak arra a célra, eljussak oda, amiért megszülettem, amiért meg kellett születnem. Úgyhogy hát mindenkinek nagyon jó úttörést kívánok, és találják meg azt a célt az életükben, ami helyes és jó. Amikor az új medicinával foglalkozom, vagy ezen az úton vagyok, és így az embereknek tudok segíteni, akkor minden percét élvezem. Tudom azt, hogy most jót teszek, tudom azt, hogy partnere lehetek egy másik embernek az ő gyógyulásában, és hál' Istennek nem nekem kell gyógyítani, nem tudok gyógyítani. Mindenki magának keresi a bajt, mindenki magának keresi a bőséget az életében. Én igyekszem segíteni nekik azzal a tudással, amit én itt elsajátítottam, és minden nap tanulunk. Minden nap tanulok valami jót, valami érdekeset, nincs egyforma ember, nem lehet ráhúzni semmire egy sablont, hogy na most ez a gyógymód, és mindenki, aki eljön hozzám, vagy akivel tudok beszélni, hogy hol siklott ki az élete, hol vannak azok a pontok, ahol valami nem jó, vagy nem kerek az ő életében, akkor igyekszem azt nyújtani neki, mert ő kéri ezt a segítséget. Tehát ő elindult a jó irányba, és olyankor mindent, ami tőlem telik, azt meg tudok neki adni. Úgyhogy minden percét élvezem. Jelenleg Gyöngyösön élek. Korábban Egerhez kötött mindent, tulajdonképpen a gyerekeim még ott is laknak. És hál' Istennek Egerben van egy klub, amit nagyon nagy szeretettel szeretnék ajánlani mindenkinek, Vince Ferenc és Váci József személyében. Én most jelenleg Gyöngyösön lakom, főleg Gyöngyösön tevékenykedem most, de nyilván Egerben is megfordulok. Készítettem egy blogot is egyébként, ott majd egyre több információt szeretnék én is közreadni, a www.egészségesvagyok.net címen.